Óbecse. Óbecse egyike a legnagyobb tiszamenti városoknak, körülbelül 43 ezer fős lakossága van. Kulturális, művelődési, gazdasági és társadalmi központ. A lakossága több nemzetiségű, többségében magyarok lakják. Óbecsénél ömlik bele a Duna-Tisza-Duna csatorna a Tiszába. Ez a kanál is még az 1800-as években emberi kéz kemény munkájával épült. A visszabályozó, ma ipari műemlék, Eiffel vagy Tűr István zsilip nevet viseli. Ez az egyik első automata folyami zsilip. A magyar találmányt a párizsi Eiffel cég valósította meg. Az óbecsei vízlépcső Heinz Albert tervei szerint készült 1895 és 1900 között. A tervek elkészítésében és megvalósításában Tűr István is részt vett. A zsiliprekeszek elektromos meghajtásúak, az ehhez szükséges villamos energiát a zsilip mellett felépített vízerőmű szolgáltatja. A maga idejében az egyik legkorszerűbb építménynek számított az egész világon. A visszabályozó művek tervezésében maga Alexandre Gustave Eiffel is részt vett. A gyönyörűen ívelő szőke Tisza fenséges látványt nyújt a hosszan elnyúló sétányával. Óbecse belvárosa 10 percnyi sétával érhető el a Tisza parttól. Itt kellemes, történelmi emlékeket felidéző belváros fogad, patinás épületeivel. Óbecse belvárosában található a Tán emlékház, amelyet 2013-ban újítottak fel a Tán fivérek értelmiségi köre kezdeményezésére, és azóta is várja látogatóit. A Tán emlékház a művészetet és a tudományt ötvözve kínál tartalmas időtöltést minden korosztály számára. Emlékházunk elsősorban Tánból és Tán Károlynak állít méltó emléket, ahol festőművész volt, Tán Károly pedig vegyész. Mindketten Óbecsén születtek, és ebben a házban élték gyerekkorukat. Ez külön Tánból és Tán Károly részére két emlékszobát is kialakítottak. Azon belül található nálunk egy tudományos interaktív park, mely olyan játékokkal van felszerelve, mely fizikán, kémián és matematikán. Minden játéknál három nyelvű leírásunk van, és általában iskoláskorú gyerekek jönnek hozzánk kirándulás kapcsán, ahol mondhatjuk úgy is, hogy mindaz, amit az iskolában megtanulnak, itt kísérletek formájában ki is tudják próbálni. Az épületben megtalálhatóak Támor jelentősebb műveinek reprodukció is. Az eredeti festmények főleg Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában és a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatóak, de az óbecsei templomban található két eredeti oltárképe is. Az épület egyediségének és felszereltségének, valamint képzett demonstrátorainak közreműködésének köszönhetően lehetőség nyílik rendezvények, élményműhelyek, szakmai táborok, versenyek, előadások és konferenciák megtartására is. Biztosítottak továbbfejlődési lehetőségek, ugyanis a kerthelyiség kialakításával szabadtéri programok is megvalósulhatnak. Az emlékház kezdettől fogva folyamatosan együttműködik oktatási intézményekkel, tudománynépszerűsítéssel és tehetséggondozással foglalkozó szervezetekkel és személyekkel is. Let's do it.